A Puskás Akadémia története során először tudott győzni a Ferencváros otthonában. A felcsútiak két góljából az elsőt Komáromi György szerezte. György vagy Gyuszi? Ö, hát inkább Gyuszi. Nyilván György a nevem, Komáromi Györgynek hívnak, de de szeretem a Gyuszi beszenevet. Igen. És ez honnan jött? Mert ugye a Gyuszi az a Gyulának lenne a beszélve, de ha jól tudom, Gyulának is hívnak. Igen, hívnak így is, úgy is, mindenhogy hívnak, mindenre hallgatok végül is, de, de legfőképpen a nagyapám és az édesapukám részéről, vagy tőlük jött, hiszen ők is ugyanúgy györgyök, de viszont mind a kettőt vagy gyuszi bácsizzák, vagy gyuszizzák, úgyhogy innen innél. És a családi vacsorám, hogyha azt mondják, hogy gyuszi létsz, már ide a merőkoronát, akkor ki, ki, kinézod elsőként? Nem, akkor úgy van, hogy én gyuszkó vagyok a családban, gyuszi az apa, és, és gyuszi bácsi a nagyapukám. Na. <laughs> úgyhogy, úgyhogy megvan. <laughs> Mikor a legjobb gólt a Fradi ellen, mint ilyenkor, első idei gólod? Szerintem a Fradi ellen mindig nagyszerű érzés gólt rúgni, hogyha az idei első, hogyha nem. Szerintem ez egy mindig egy felemelő érzés bármelyik játékos számára a grupomában gólt rúgni. Tényleg, nem, megmondom őszintén, hogy a meccs előtt teljesen úgy készültem meg, úgy is éreztem, hogy, hogy, hogy ez az én napom lehet és uh, lehet, hogy gólt tudok szerezni, hál' Istennek ez uh, sikerült is. És tényleg végigfutott a fejedbe az, hogy gyerekként ez volt az álmod, hogy a Fladinak gólt rúgjál? Uh, igen, igen, teljes mértékben. Kiskoromban mindig néztük apával az NBA 1-es meccseket, bármikor volt, akkor odaültünk és néztük. Nyilván akkor még nem a grupom aréna volt, uh, hanem ugye a régi az ülői úti uh, stadion uh, akkor még ugye nyilván akkor is beszéltük, hogy milyen jó lenne ott is játszani. Nekem mindig vannak céljaim, mindig van egy következő lépcsőfok, amit el szeretnék élni, és ez volt a következő, hogy a a Arénában a Ferencvárosnak volt ugye rúgni, és sikerült is. Leendő fiadnak, Gyuszikának elmesélheted majd, milyen volt az a csend a gól után, ugye? Mi volt, mit éreztél, amikor ezt a csendet hallottad? É, megmondom őszintén, hogy nem tényleg, mint hogyha egy edzésen lettem volna, hogy gólt rúgtam, és nem történt semmi, tényleg senki nem mondott semmit. Láttam, hogy vagy mint éreztem, hogy így hátulról leállgatnak a srácok, de így, így, így nem, nagyon, nem, nagyon, gondoltam így semmire. Egyszerűen nem is hittem el, hogy gólt rúgtam. Akkor szokott ilyen csönd lenni, amikor például a bíró visszanézi a valra, hogy góla vagy nem, de hál' Istennek megadták, úgyhogy... Úgy örültem. a meccs után az egész ország láthatta, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző hogyan vezényel le nektek egy ünneplést? Ez egy Igen. begyakorolt figura volt? Vagy mi az, amit mondott pontosan? <síns> Megmondom őszintén, hogy nem nagyon hallottam még ezelőtt ezt. Valamelyik meccset, azt hiszem az a Zalegárszegi meccs után volt ez, hogy bejött az öltözőbe a mester, és akkor elkezdte ezt az igizagát, és hirtelen mindenki tudta, nem tudom, hogy honnan, én ezelőtt még soha nem hallottam, és akkor így megmaradt ez minden győztes meccs után. Legközelebb mikor szeretnétek zigizagázni? Hát reméljük, hogy új Újpesten nyilván. A messe ugye úgy készültetek, hogy két meccsen hét gólt kaptatok a bajnokságba, de a kupában viszont a Debrecent legyőztétek, most meg a Fradit. Mi azok a szerinted, hogy hát picit hullámzó a csapatjátéka? Nem mondanám, hogy hullámzó, mert szerintem minden meccsre ugyanúgy készülünk, és minden meccsen beleadunk mindent. Lehet, hogy nem úgy jön ki a, a dolgok, vagy nem úgy jön ki a lépés, ahogy mi azt szeretnénk, de, de viszont nyilván minden, minden csapat más, minden ellenfél más, máshogy játszanak. Például nem jött ki az előző héten nekünk a Honvéd ellen, de, de most a Fradi ellen kijött. Lehet, hogy közre játszik az is, hogy ugye a Fradi most az Európa Ligában játszik. Ugye a Leverkusen ellen előző héten is játszottak, meg ugye ezen a héten is játszani fognak. Nyilván ebből nem bontunk le semmilyen következtetést, ugyanúgy készültünk rá, mint minden más meccsre. Lehet, hogy vagy nem lehet, hanem biztos, hogy ez egy puszt motiváció mindenkinek, hogy a Ferencváros, és hogy mindenféleképpen meg szeretnénk venni őket, benne van ez is. Kicsit visszakanyarodnék a fiatal korodra. Ugye a szólokban 11 évesen már az U14-esek között játszottál, és volt olyan, hogy 12 meccsen 43 gólt szerezti, ha jól számoltam, a jók az infók. Hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre? Hát nyilván ez gyerekfoci volt, nagyon-nagyon szerettem a játszani, nagyon jók voltak az edzőim, mint megemlítem Horváth Csabát, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Én úgymond ő hozott fel engem a nagyobb korosztályban, ahol, ahol úgy érzem, hogy meghatározó tagja lehettem a csapatnak, és a csapattársaim sem viszonyultak úgy hozzám, hogy ú, fiatal, és hogy szorítsuk ki, vagy tagadjuk ki úgymond a csapatból, hanem ugyanúgy ők is segítettek, és, és lehet, hogy ez is kellett hozzá, hogy idáig eljussak. Ugye most, ha megnőttél, de akkor alacsony volt, ezt hogyan tudtad kompenzálni? Nem mondom őszintén, hogy a fürgeségemmel mindig is ilyen kis gyors játékos voltam, és Végülis is akkor az volt a játékunk, hogy volt két gyors szélsőnk, és akkor, akkor rájuk játszottunk, hogy ez volt a cél, hogy a két szélsőt Édesapád azt mondta, hogy még lázasan is akartam menni edzésre. Ez mindig benned volt, hogy ennyire imádod a focit, hogy bármi áron játék? E, igen, igen, ez, ez, mindig így volt. Kiskoromban is apával mindig győzködtem, hogy mikor menjünk már le a pályára, hogy akarok szabadrugásokat rúgni, vagy, vagy valamit csináljunk, mert, mert ez mindig benne volt a véremben. Nem tudom, hogy hogy. Biztos nyilván, hogy az egész család focizott de szerintem szerintem a tesómnak is és anyának is nagyon sokat köszönhetek, hogy, hogy mindig bevittek Súli után még szolnokra edzeni, és utána megvárták az edzést, hazahoztak, úgyhogy nélkülök tényleg nem, a családom nélkül nem sikerült volna. Aztán jött az az ominózus szólnak felcsút, szólnak puskás akadémia mérkőzés, amikor három gólt rúgtál a puskásnak, és hát nem sokkal később, ha jól tudom, le is igazoltak, miközben hívott az MTK, a Debrecen és a Honvéd is. Hogyan esett a választás a puskásra is? Hogy élted meg, ezt, hogy meg azt a meccset, ahol Mester leendő csapatodnak? Igen, ennek van egy komoly sztorja, hogy én elmentem próbajátékra, hát nem is próbajátékra, hanem kiválasztóra a puskás akadémiához, és nagyon jól éreztem magam, nagyon jól ment, és úgy volt a visszajelzés, hogy kapunk e egy, egy levelet, hogy, hogy megfelelte, és jön a következő kiválasztóra, vagy nem felelt meg. És nagyon-nagyon vártam, a, nagyon, nagyon vártam a levelet, és meg is jött, de sajnos az volt benne, hogy nem felelt meg. Nagyon-nagyon elkeseredtem, nagyon sokat sírtam abban az időben. Ez a puskástól jött? Igen, ez a puskástól jött, és volt egy lehetőség, hogy a Honvédban át tudjak menni, ők szerettek is volna. Voltam is egy hetes ilyen próbaidőszakon, normálisan a csapattal voltam, -e minden, de valahogy nem nagyon éreztem ezt a pesti, pesti, életet. Nyilván én egy falusi gyerek vagyok, és nekem ez akkor 12-3 évesen nagyon ilyen túlbuzgó volt, vagy nem is tudom, hogy hogy kell mondani. É, és rá egy-két hónapra ugye a szolnokkal mentünk felcsút, véletlenül felcsút ellen játszani egy edzőmeccset, ahol, ahol tényleg nagyon jól sikerült, három gólt tudtam szerezni, igaz, kikaptunk 8-4-re, de, 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 nagyon jól sikerült, és akkor, akkor az akkori úgymond játékos megfigyelője a puskásnak, akkor mondta, hogy már nem szeretnék, hogyha hogyha jönnék próbajátékra, hanem egyből a nyáron kezdeném itt a felkészülést. Később szó volt még erről a próbajátékról? Nem, 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 ezt nagyon nem mondtam el senkinek, mert nem tudom, hogy hogy, mond, vagy, hogy gondoltak volna vissza, vagy mit mondtak volna erről. Meg nem is nagyon izgatott ez az egész. Úgy voltam vele, hogy akkor azon a meccsen meg szerettem volna mutatni nekik, hogy hogy miért nem vettek fel, és uh, szerintem tudtam bizonyítani neki. Mondhatod, hogy a pesti élet annyira nem jött be, a Felcsúti az bejött? Um, a Felcsút ugye egy 1500-2500-as kis falu, uh, nagyon nyugodt, nagyon nyugis, és uh, majdnem ugyanolyan, mint uh, a hazám Rákóczi falva. Uh, nekem az nagyon sokkal jobban feküdt, mint, mint például lehet, hogy a Honvéd feküdt volna, vagy nyilván a Pest. Igaz, már lássan három éve Pesten lakom, nyilván megszoktam már ezt a, ezt a pesti életet, vagy ezt a, ezt a villamos mozgás, meg a sok autó. Nem gondoltam volna kiskoromban, hogy én egyszer tudnék Pesten élni, de hát így hozta az élet. London és Párizsi csapatok akkor ne is keressenek, mert túl nem. <laughs> <laughs> nyilván ezt, ezt, ezt nem mondom. Azért akkor gyerekfejjel gondolkodtam, Leszne. most már azért felnőttem, felnőtt fejjel tudok gondolkodni, és nyilván a cél egy Bundesliga csapat. Milyen hely egyébként Tehát ott, hogyha mondjuk van egy jó játékos, egy tehetséges labdarúg, akkor megvan a lehetősége arra, hogy onnan mondjuk az NBA egyik vigye? Persze, hogy ne lenne meg. Uh, nyilván ez egy, 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 nagyon jó uh, szülői háttér is kell, hogy egyfolytában támogassanak. Hogy egyfolytában nekem nem volt se olyan, hogyha ne talán rosszul tanultam, vagy uh, rossz helyet hoztam haza, akkor, akkor uh, a pályák azt mondták, hogy átírtanak a focitól. Soha nem volt ilyen. És ez a baj, hogy uh, szerintem nagyon sok gyereknek a szülő, szülei eltiltják a kisgyerekeket a sporttól, ami, ami szerintem a legrosszabb döntés, mert, mert ez, egy, ez egy életforma szerintem, a foci, vagy a kosárlabda, vagy bármelyik sportot mondhatnám. Úgyhogy nekem, nekem soha nem volt ilyen, ilyen, tényleg apáik mindent megtettek. Lehet, hogy akkor mástól tiltottak el, hogy nem tudom, nem játszhattam a pélesen vagy tök mindegy, most bármit mondtam, de, de tényleg ilyen soha nem volt, és mindig támogattak, az edzőm is mindig támogatott, Ruskó volt, akinél kezdtem a pályafutásomat, és akkor is voltak olyan csapattársaim, akikkel, akikkel meg tudtam indulni felfel. És most hazamész, ha akkor mi az, ami a legjobban tetszik a faluban, vagy amit a legjobban imádtál benne? Hát az, hogy olyan emberek, olyan jó szívű emberek vannak ott, hogyha bárkivel is találkozok, akkor mindenki gratulál, mindenki nagy szívvel köszönt. Szívesen végsétálsz. Így van, igen, teljes mértében, és nagyon szeretek is végsétálni bárhol a falun belül. Ugye életed első mb 1 es golyát az első mb 1 es meccsen szerezted az Újpest ellen. Az az érzés összevethető -e a mostanival, amikor a Fradinak gólt szerezte idegenbe? Ez egy nagyon jó kérdés amúgy, megmondom őszintén. Ugye akkor a Covid tombolt úgymond, és, és a mester bizalmat szavazott nagyon sok fiatal játékosnak. Ugye akkor tudtunk nyerni 3 2 az Újpest ellen. Megmondom őszintén, hogy úgy készültem, mint egy bármelyik másik utánpótlás meccsre. Ugye akkor 18 éves voltam, nem is gondolkodtam semmin, csak úgy jött magától, ilyen természetes volt teljes mértékben, is. és nyilván ez egy nagyon jó érzés volt, nagyon fenomenális, ugyanúgy, mint ez a Fradi elleni. Ez a, nem a mostani, mint ez a mostani gólam, ez nyilván nem az első volt, de de szerintem minden gólt én ugyanúgy ünneplek meg, és ugyanennyire örülök neki. Most, hogy a cságlapod miatt nem játszhatsz, ö, ilyenkor mi, mire használod ki a hétvégét? Tehát mennyire lesz a foci ugyanúgy főszerepben, ilyenkor tudsz-e pihenni egy kicsit, vagy másképp edzeni? Én ö, mindig is, nekem mindig is úgy volt, hogy valahogy találjak egy kis, ö, kis kaput, hogy tudjak valahol játszani, és ö, és ugye nekem van egy kooperációs szerződésem a Csákvárral, ugye még beletartozok a fiatal szabályban, és hogyha minden jól alakul, és a mester is rábólint, akkor, akkor örülnék neki, hogyha a hétvégén tudnék játszani Csákváron. Csak hogy menjen a foci. Így van. A Puskás Akadémia, hogyha harmadik lenne, azt választanád, vagy az, hogy megnyerje a kupát is, így indulhat a Nemzetközi Kupában? Hát nem tudom, hogy erre... Ez is jó kérdés. Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Amúgy ö, nyilván a Puskás Akadémiának már ö, volt egy második, meg kétharmadik helye ö, történelme során, de viszont kupa győzelme még nem. Nyilván az is, hogy elmondhatjuk magunkról, hogy ö, magyar kupa győztesek le, lehettünk, az... az az nagyon jó dolog szerintem, és hogyha most lehetne, akkor azt mondanám, hogy a Magyar kupát győzelem. Sikeres idényt kívánunk és azt, hogy minden álmod váljon valóra a futballban. Nagyon köszönjük, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm én is.